Tisztelettel köszöntöm Önöket a Hévízi Televízió mai adásával, zárójelben jegyzem meg megújult stúdiónkból. Híradóval kezdünk, szokás szerint ennek élén a 2019-es helyhatósági választások hévízi történeteit elevenítjük fel, hogyan szavazott a város, erről szól első anyagunk. Híradónk második részében beszámolunk arról, hogy ülést tartott a Csokonai Társaság, hogy mi hangzott el és miről, erről láthatnak egy rövid összeállítást. A Brick Bistróban rendszeresen tartanak a vacsora esteket, ismert embereket, ismert sztárokat hívnak meg a bistróba. Ezúttal a neves és népszerű rádiós Rákóczi Feri volt a bistró vendége, természetesen mi is ott voltunk ezen a találkozón. Végezetül egy sporthír, kézilabdás lányaink a Marcali együttesét fogadták, erről készített összeállításunk a híradó vége. Választott az ország vasárnap. A 2019. évi helyhatósági választásokon Hévízen is szavazhattak a lakosok, hogy a következő ciklusra eldöntsék, ki legyen a polgármester, milyen képviselőtestülettel dolgozzon együtt. Késő délelőtt még mérsékelt volt a részvétel. Jelenleg 16,46%-os a részvételi arány. Hát hullámzóan jönnek az állampolgárok. Reggel 6-kor kezdtük a szavazást, és ugye a mise, két mise időszakában, vagy a mise végén, akkor jönnek leginkább, és majd délután várjuk még a többi szavazó állampolgárt. A szavazatszámláló bizottságok igyekeztek a választópolgárok egyéni kéréseit minél előbb, már délelőtt teljesíteni. Átjelentkezés nincs, nem lehet. Mozgódnát 25-en kértek, már túl vagyunk rajta eddig. Még 12-ig lehet jelentkezni, és oda még elmegyünk. A szavazáson megjelentek fontosnak tartották szerepüket, jogosultságukat a város jövője érdekében. Mindenképpen úgy terveztük, hogy részt veszünk, mivel szeretnénk befolyásolni annyira, amennyire azzal a pici kis X-el hozzájárulhatunk, hogy Hévíz továbbra is fejlődjön. Azok közül is sokan szavaztak, akik a folyamatosságot akarják. Nem érezték úgy, hogy az ő szavazatuk már fölösleges az eredményhez. Ez egy lehetőség, hogy beleszóljunk abba, hogy kit bízunk meg azzal, hogy képviselje bennünket. Ha olyan jó ötletei vannak, ami nekem is jó, a családomnak is jó, már pedig ilyeneket hallottam, meg ezt tapasztalom, természetesen, hogy eljövök, hogy őt segítem, hogy csinálja tovább, dolgozzon, nem könnyű munka, én nem is lehet, hogy nem vállalnék ilyet, én csak köszönet, és ezért jöttünk el, hogy beleszólhatunk, tulajdonképpen a jogunkkal élünk. Délutánra megélénkült a szavazók aktivitása, egyre többen éltek választójogukkal a szavazókörökben. 817 a szavazó száma, ebből 34,7 volt az eddigi részvétel, hát így lassan, folyamatosan jönnek, tehát nem most egy kicsit felélénkült itt délutáni időbe. Hévízen végül rendben, rendkívüli eseményektől mentesen zajlott a helyhatósági választás, a szavazásra jogosultak csak nem 43%-ának részvételével. Tanulmányi napokra várták hétvégén az írókat, költőket, művészetpártolókat városunkba. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság szervezésében az idei összejövetel az erény téma köré épült. Ehhez kapcsolódó előadásokat hallhattak a résztvevők. A konferenciára országon belül és határon túlról is érkeztek irodalmárok. Azt gondolom, hogy ez Hévíz számára egy színfolt, hogy minden év októberében megrendezzük a Csokonai Napokat itt. Ez egyrészt gazdagítja a helyi kulturális életet, másrészt pedig a világ különböző pontjairól jönnek ide Hévízre. Mint egy negyed évszázada rendezi a társaság éves összejövetelét a hévízi kórházban. Az intézmény igazgatója dr. Kvarda Attila is részt vett a konferencián. Hangsúlyozta, nem újszerű, hogy az orvostudomány, illetve az ápolástan kapcsolódik a művészethez. Mind a kettőben az ember van a központban. Mind a kettőben az emberi folyamatok, az emberi élet, az emberi történések, az emberi sorsok, és óhatatlan, hogy ezek kölcsönösen keresik egymást,
és másik területre való átevezés, az egy kis felüdülést, egy szellemi feltöltődést tud adni. A tanulmányi napok egyik fő attrakciója minden évben a költőverseny. A rendezvényen született versbe Zalán Tibor költő előre meghatározott rafinált mondatait kellett beleilleszteniük a versenyzőknek. Az idén öten vállalkoztak a megmérettetésre. Születek olyan művek, amelyek a magyar társadalom és az öregedés problematikáját vizsgálja. Születtek ironikus művek, születtek parafrázisok, és hát születtek olyanok, amelyek gyakorlatilag bármelyik irodalmi folyamatban megjelenhetnének meglepő módon. Nagyon kevés idők volt a szerzőknek. A legjobb versnek járó Lilla díjat Györei Zsolt érdemelte ki. Az író költő a Szegedi Egyetemen kezdett el verseket írni, ahol 1994-ben Faludi díjjal ismerték el munkásságát. A jelen versenyre írt versében az erényt is sikerült belecsempésznie. Ez őszi percek kedvesen derültek, strehálnak. A kedveim, ha felállnak, leülnek. És ismét felállnak, de az már nagy ünnep. Nekem két kedves témám, egyfelől a testi szerepnek és a pajzánságnak a költői ábrázolása, másrészt pedig a mulandóság és tehát a testi szerelemnek ez az időbevetettsége is. És akkor azt gondolom, hogy ezzel a sorssal, amivel mindannyian magunkra vagyunk hagyva ebben a földön, vagy ezen a földön, hogy az ember igazából valahogyan erényesen úgy él egyfajta értelmezésben, hogyha igyekszik beteljesíteni valahogy mindazt, amit kínál ez az élet. A második helyezettnek járó Tavi Rózsa díjjal Szénási Sándort jutalmazták. A Csokonai díjat is kiosztották, melyet annak a tagnak ítélnek, aki sokat tesz a Csokonai Társaságért és a magyar kultúráért. Idén Bokányi Péter kapta meg az elismerést. Az én szívemhez igazából, ami közel áll, az, amit egyelőre még csak a menükártyán látnak, de reméljük, hogy majd meg is fogjuk kóstolni, ez a magyar ízvilág. Rákóczi Ferenccel a népszerű rádióssal találkozhattak a gasztronómia szerelmesei a Hévízi Brix Bistróban. Az idei évtől rendszeresen tartanak vacsoraesteket, ahová olyan sztárokat hívnak, akik népszerűek hazánkban és a gasztronómiában is érdekeltek. A programsorozat keretein belül Voszala Rozinával és Giannival is találkozhattak már a bisztró vendégei. Mi azt láttuk, hogy Hévízen talán egy picit hiányzik egy gasztronómiai esemény, és szerettünk volna olyan embereket is meghívni ide, amik talán itt újdonságnak számítanak, és abszolút a hévízi közönséget céloztuk ezekkel az estekkel meg. Az ősz első házigazdája Rákóczi Feri a hazai magyaros ízvilág felé kalauzolta a vendégeket. A műsorvezető gyermekkora óta rendszeresen fakan alatt ragad. Otthon is ő főz, sőt, egy étterem tulajdonosa is. Az új ételek megismerése, új receptek kipróbálása, ahogy fogalmazott, komplex érzést nyújt számára. A gasztronómiai utak szerelmese akár belföldön, akár külföldön. A menüsort a sztárvendég és a Brix Bistró séfje Csécsényi Zoltán közösen találták ki. Én nagyon szeretem az olasz konyhát, nagyon szeretem a távol-keleti konyhát, de a legjobban a magyar konyhát szeretem, mert hogy ugye én békésmegyei gyerek vagyok, jó ételekkel nőttünk föl, és ennek az országnak van egy csomó olyan csodája, amit szerintem kár lenne elhagyni, és akkor még azon is gondolkodtam, hogy ha már itt Hévíz, akkor mi az, amire így a megye büszke lehet, az a vad meg a gomba, akkor azt mindenféleképpen tegyük bele, és akkor így alakítottuk ki közösen, beszéltünk hosszú órákat, hogy győzködtük egymást, hogy az ilyen legyen, olyan legyen. A különleges hatfogásos menüsor kóstolása közben a résztvevőknek lehetőségük nyílt közvetlen beszélgetésre is a műsorvezetővel. A jókedv, miként reggeli rádió műsorában is természetesen garantált volt az est folyamán. A következő vacsoraeste november 9-én Sárközi Ákossal, a Michelin csillagos magyar séffel találkozhatnak a gasztronómia kedvelők. NB2-es női kézilabda csapatunk hétvégén hazai pályán fogadta a marcali együttesét. Az azt megelőző héten Pécset játszottak volna, ám útközben lerobbant a csapatot szállító busz, nem tudtak megérkezni a helyszínre. Így azt a mérkőzést egy későbbi időpontban játsszák le. A mostani találkozó vendéggóllal indult, majd rögtön a hazaiak válasza is megérkezett. A következő percekben felváltva estek a gólok, viszonylag kevés kapuba találással kiegyenlített küzdelem folyt.
A 24. percben 7 hetet mutatott az eredményjelző, majd a Marcali dolgozott ki előnyt, 2 perccel a játékrész vége előtt 7-11 volt az állás. Az első félidő végül 8-12-es eredménnyel zárult. Én többet vártam. Maga a saját csapatomról beszélek most, úgy érzem a helyzeteink megvannak, kidolgozzuk őket, szemben az ellenfélén van egy nagyon jó kapus teljesítmény. Azon kell dolgoznunk, hogy ez meglegyen. Mind a kettő csapatnál kevesen vagyunk, tehát a játékos ott is rövid a kispad, itt is rövid a kispad, ráadásul nálunk ugye sérültek is vannak. Nem játszunk jól, tehát ilyen bátortalanok vagyunk, ilyen langymadag játék van szerintem az első félidőben. Védekezésre semmi probléma, most a kapott gól az teljesen vállalható, a lőtt góllal van probléma. Én úgy érzem, egy 4-5 helyzetet, sima zicset kiadtunk. A második játék részben mindkét csapat nagyobb lendülettel vágott bele, ám ekkor is a Marcali kerekedett felül, az 5. percre 6 gólos előny dolgoztak ki, 10-16, majd 10 perccel a találkozó vége előtt 17-23-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percet hatalmas elszántsággal húzták meg a hazaiak, 24-24-re szépítették az állást másfél perccel a mérkőzés vége előtt, ám végül nem sikerült pontot szerezni. A nagy hajrában 24-25-ös vendéggyőzelem született. Az első félidei támadójátékunk az szörnyű volt, bátortalanok voltunk, nagyon távoli lövéseket engedtünk el, ami a kapusnak igazából könnyű volt. A második félidőben viszont én úgy gondolom, hogy itt a végjáték környékén már sokat léptünk előre, sokat fejlődtünk, látszott a küzdés a lányokon, nagyon hajtottak, ennek meg is lett az eredménye. A végén még esetleg pontszerzésre is lett volna lehetőségünk, aztán jött egy-két technikai hiba, ami miatt ez kisúszott a kezünkből. A hévízi lányok jövő hétvégén a Tolna KC otthonába látogatnak el, azt követően pedig Tamásiban lépnek pályára. Következő hazai mérkőzésüket pedig november 9-én szombaton 14 órától játsszák. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat gyűjtést és bőrzét szervez október 18-án reggel 9-től délután 2-ig. Szeretettel várnak minden olyan ruhát, lábbelit, játékot, ami más számára még használható lehet. A szlogen: hozzatok és vigyetek. Ismét egy este kedvenceinkkel. Október 18-án 19 órai kezdettel Horgas Eszter és Dajka Krisztián latinos estjére várják az érdeklődőket a Városháza dísztermében. Hazai pályán játszik a hétvégén városunk labdarúgó csapata. Október 20-án 14 órakor a Lipót SK ellen. Öt éve azt hittem, örökre elvesztettelek. De nincs átok, ami elválaszthatna tőled. Leszel a feleségem? Igen. Úrnő! Fontos híreket hoztam. Ne! Roncsd el a reggelemet. Összeházasodunk Fülöppel. Nem. Ez most nem kérés volt. Részemről sem. A szerelem nem mindig végződik jó szörnyi. Kérlek szépen, engedd, hogy rád cáfolj. Remek munkát végzett, hogy a saját természetét elnyomva felnevelte őt. De most végre megkapja egy igazi anya szeretetét. Mától úgy veszem, hogy Aurora az én lány. Nem lesz itt egybefelés, nem lesz semmilyen esküvő! Mit műveltél? Most hazajössz velem! Aurora! A Disney bemutatja. Demona fenyegetést jelent mindenkire. Mindent megteszünk, hogy megvédjük. Lám, lám. Októberben. Sosem lehetünk elég óvatosak. Felejtsd el a tündérmesét. Ez nem te vagy.
egyáltalán nem ismer. Demóna, a sötétség úrnője. Mondd el, mi történt. Volt ott egy másik teremtmény. Éveken át gondoskodtál egy emberről. Itt az ideje, hogy a népeddel törődj. Hamarosan a mozikban. Magyarország jobban teljesít. Az iskola kezdést mindig megérzi a családi kassa. Nagy könnyebbség, hogy a tankönyvért nem kell fizetni. Már 1 millió gyermek kap ingyen tankönyvet, gyermekétkeztetésre pedig 3-szor annyi jut, mint korábban. A munkahelyek mellett a bérek is fontosak. Jó, hogy növekednek. 2010 óta 2-szeresére nőtt a minimálbér, és megduplázódott a szakmunkás minimálbér is. Magyarország jobban teljesít. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Kedves nézőink, folytatjuk a Hévízi Televízió műsorát, ezúttal magazinunk következik. Háttér című rovatunkban a 2019-es helyhatósági választások hévízi eredményeiről és tapasztalatairól beszélgetünk Pap Gáborral, városunk újraválasztott polgármesterével. Magazinunk második részében Cinema Agenda című műsorunkban e-havi film érdekességeket ajánlunk szíves figyelmükbe, végezetül pedig Zenélő szavak címmel a Dériné színtársulat előadásának egy részletét láthatják. Tartsanak velünk! Tisztelte, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Hévízi Televízió Háttér című műsorát látják. Abszolút aktuális témával készültünk mára, lezajlottak Hévízen is a 2019. évi helyhatósági választások. Ezeknek a tapasztalatairól beszélgetünk majd a következő percekben Pap Gáborral, a város polgármesterével, aki újabb ciklusra polgármester lett. Meglepte? Üdvözlöm! Hát egy hónap távlatából már nem meglepetés, hiszen gyakorlatilag a jelöléseknél kiderült, hogy a polgármesteri címért én indulok el egyedül, tehát ilyen módon ez már ezen időszak alatt nem volt meglepetés. Az természetesen egy kellemes meglepetés is, mondhatom, az talán nem tűnik nagyképűnek, hogy elismerésként és büszkeséggel tölt el az, hogy az emberek ilyen módon bizalmat szavaztak nekem, azon a módon is, hogy nem volt ilyen módon ellenfelem, illetve hát a szavazatokon is meglátszott, hiszen közel 150 szavazattal többet kaptam, mint 2014-ben, és ez egy Hévíz nagyságú településen, adott esetben ez 10-15% plusz növekedést mutathat. Úgyhogy meg nem lepődtem, viszont kellemesen éreztem magam, akkor inkább így fogalmaznék, mind a több szavazat miatt, mind az, hogy ilyen módon egyedül voltam az induló. Ez azt gondolom, hogy jelzésértékű volt számomra, illetve a város vezetés számára is, hogy véletlenül megfelelőek azok az irányok, amik természetesen mindig kell rajtuk javítani, és hát fogunk is alapvetően, hiszen mi is látjuk adott esetben a gyengébb pontokat, de mégis alapjaiban megfelelő az a fajta irány, az a fajta szemlélet, ahogy Hévíz városát az elmúlt 9 évben vezettük, vezettem személyemben, úgyhogy ezen az úton akarunk tovább haladni, helyre rakva még egy-két fontos dolgot. Hogy hogyan és merre haladunk tovább, erről még ejtsünk szót. Engedelmével föltétlenül szóba hoznám azt, hogy figyelve a választási kampánynak legfőképpen az utolsó szakaszát, azokat az akciókat, azokat a megnyilvánulásokat, amik eléggé szokatlanok voltak még a magyar közéletben is. Azt kell mondjam, hogy én magam részéről végtelenül jól éreztem magam hévíziként,
Úgy értelmezem, hogy Hévíz a béke szigete volt ebben a nem biztos, hogy nagyon elegáns kampányban. Itt semmiféle hasonló eset nem fordult elő. Nagyon békésen, nagyon nyugalmasan zajlott a kampány, a választás. Ez minek köszönhető? Én azt látom ebben a dologban, és én a saját dolgomról tudok beszélni, vagy az én csapatom dolgairól tudok beszélni, de ez összefügg gyakorlatilag az elmúlt 9 év városvezetési stílusával is, talán fogalmazhatunk így, vagy tartalmával, hiszen soha nem politizáltuk át a várost. Mindenki tisztában van azzal, azt gondolom, hiszen egy kisvárosban élünk, kis településben élünk, hogy ki mi szerint éli az életét, mik azok a gondolatok, mi az az ideológia, akkor fogalmazzunk úgy, ahogy ő éli a mindennapjait, teszi a dolgát. Ezt emberek fölvállalják, van, akik belépnek egy pártban, valakik nem lépnek be egy pártba, ettől függetlenül is tudjuk azt, hogy ő vélhetően hova szavaz, de ezt nem hoztuk be a városba. Tehát ha visszaemlékezünk, akkor a országgyűlési választások, névszavazás, bármiféle szavazásról is volt szó, megtörténtek a kulturált megnyilvánulások, véleményeket elmondtuk, akár én polgármesterként is, akár egy migráns kérdésben, akár bármilyen kérdésben, ami mondjuk nagy politikai kérdés, de ezen kívül nem feszültek egymásnak az ilyen jellegű politikai indulatok, és ez minden oldalról alapvetően megnyilvánult. Ma Hévízen alapvetően nincs pártpolitikai élet. Igen, jó magam a kormánypártok jelöltjeként, felkért polgármestereként és a csapatom tagja is ilyen módon pártlógók alatt indult el, de egyértelműsíthető, és azt gondolom, hogy bizonyították az emberek, és jó magam is, hogy ezt az elmúlt 9 évben nem ezzel foglalkoztunk. Egyértelműen mindig azzal foglalkozunk, hogy a város fejlődjön, a város tovább tudjon lépni, és nem különböztettünk meg, és nem különböztetek meg embereket azért, mert te ide szavazol, te meg oda szavazol. Én azt gondolom, hogy ebből fakadóan, és szerencsére mondhatom azt, hogy szerintem olyan jellegű kampányt nem is lehetett volna csinálni, amivel természetesen kritizálni lehet egyes tevékenységet, egyet nem érteni lehet bizonyos dolgokkal, de nincsenek ebben a városban olyan kérdések, amiben óriási ellentétek alakulnak ki a városlakók között, ami megosztaná a városlakókat. Legyen szó egy fejlesztésről, egy elképzelésről, egy tervről, úgyhogy én szerintem ezért is volt alapvetően, mondhatom ezt, egy kulturált, csendes, normális, nem vagdalkozó kampány, ahol volt, aki el tudta mondani a programját, az elképzeléseit, volt, aki még ezt sem tette meg, és hát az is látszik egy önkormányzati választásoknál, ami nem biztos, hogy alapvetően jó, mert ez már a továbbiakra vetődhet rá, hogy természetesen egy önkormányzati választásoknál egy ilyen kis településen, mint Hévíz, a személyes kapcsolatok azok nagyon sokat nyomnak a latba egy-egy szavazásnál, ezzel nincs is semmiféle baj. Hát ilyenek vagyunk az emberek, természetesen, ha a szomszédom vagy, akit jobban ismerek, azt arra szavazok, vagy nem szavazok, vagy kevésbé ismerem, azért nem szavazok rá. Azt gondolom, hogy azon azért mindig kell javítani, és ez majd a képviselők feladata lesz, sőt, ezért lettek képviselők, és a polgármester is ezért lett polgármester, hogy az embereknek azt a súlyt, azt a kérdést kell érzékelniük, hogy ne azért legyen valaki képviselő vagy polgármester, mert ő szimpatikus vagy nem szimpatikus, vagy a szomszédom vagy a nem szomszédom, vagy az ismerősemnek a jó ismerőse, hanem azért, hogy mit tett le az asztalra, akár a magánéletében, akár, mivel közszereplést vállalt, a köz érdekében. Tehát mi, és én is olyan embereket keresek, és remélem olyan emberekkel fogok tudni együtt dolgozni, legyen az, aki az én csapatomból került be, és legyen az, aki nem, akik oda fogják magukat tenni, hiszen a képviselőnek van feladata, van dolga, van felelőssége, és ennek meg kell felelni, mert be lehet jutni alapvetően egy képviselőtestületbe, főleg kisebb helyeken, vidéki helyeken,
szimpátia alapján, de egy képviselői munka az nem a szimpátiáról szól, az a munkáról szól. Ha már a képviselőknél tartunk, nem egy és nem két olyan város vagy területi egység alakult ebben az országban, ahol eléggé sajátos a felállás, hiszen van egy polgármester, adott esetben viszont a képviselőtestület az nem a saját oldalának megfelelő többséggel rendelkezik, ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka helyzet lehet. Itt Hévízen teljesen más a helyzet, mert gyakorlatilag az eddigi képviselőtestület, és akkor most a munkatársakról, a képviselőkről beszélünk, az eddigi képviselőtestület túlnyomó részét újra választották a hévíziek. Jelenti-e ez azt, amit ön eddig mondott, hogy elfogadott a munkájuk, elismerik a hévíziek azt, amerre testületileg és közösen tart a városvezetés? Szerintem egyértelműen ezt jelentett, hiszen a 6 képviselőből gyakorlatilag 4-en bekerültek, egy képviselő el sem indult, tehát az előző, illetve 2 gyakorlatilag, mert az én csapatomból is az egyik képviselő nem indult el, tehát kerültek be ilyen módon új arcok, de azok, akik bent voltak az előző testületbe, és el is indultak, azok mind ismételnek, tehát ismételten bekerültek a képviselő testületbe, tehát ez a fajta elfogadás megvan is. Talán itt egy kicsit visszautalnék arra a példára, amivel előbb éltünk, hogy azért is fontos egy át nem politizált városvezetés, főleg egy ilyen településen, mint Hévíz, mert azok a furcsaságok, amik megtörténtek adott esetben számos településen, hogy a polgármester X pártból való, a képviselő meg Y-ból való, és várható az, hogy nem fog működni a városvezetés. Nem fog működni, mert és a város sem, vagy a település sem, mert pártpolitikai vitákat fognak folytatni, és ez lesz az alapkérdés. Na most ez sem jó, tehát ez sem jó természetesen, tehát ez is egy ugyanolyan helyzet, vagy egy furcsa helyzet lesz, és a közösség látja ennek mindig kárát. Tehát ezért fontos az, amire utaltam, hogy egy közösségnek, és ebben még Hévíznek is azt gondolom fejlődnie kell, meg a képviselőknek is fejlődnie kell, hogy értékes, tenni akaró embereket kell megválasztani. Alapvetően az, hogy az mellett milyen logó vagy zászló szerepel, az majdnem, hogy azt mondom, hogy ebben az esetben mindegy, habár alapvetően nem mindegy, mert hát ő egy értékrendet képvisel, de mégis a fő kérdés azt gondolom az, hogy a teljesítményt kell, hogy a teljesítménye alapján kell, hogy megmérjék ezeket az embereket, mert akkor tud összeállni egy irányba húzó képviselőtestület. És természetesen majd ebben az elkövetkező 5 évben is ki fog derülni az, hogy akiknek megint bizalmat szavaztak, azok továbbra is tudják-e tenni úgy a dolgokat, ahogy eddig tették, tehát mondjuk 5 év múlva is adott esetben képviselők lesznek, ha elindulnak, vagy ki fog derülni az is, a bármelyik bejutott képviselőről, hogy hát jó, hát ezt megválasztottuk, mert aranyos volt, szépeket mondott, okosakat mondott, de ezeket be kell tartani, és itt a betartása egy ekkora szintű városon, ez csak egyféleképpen működik. Mégpedig úgy, hogyha az egész társaság egy csapatként dolgozik. Tehát ki kell alakítani egy közös véleményt, nem kompromisszumot kell kötni, hanem ki kell alakítani jó véleményt, ami Hévíz város közösségének jó, és azt kell végig harcolni. Ki kell lobbizni, el kell menni érte, meg kell nyerni, meg kell valósítani, és hadd ne soroljam, ez pedig egy közös munka kell. Aki ebből ki fog lógni, az ki fog derülni, sőt, ezt ki is mondjuk általában, annak adott esetben nincs. Tehát nem azért kell bőlni képviselőnek, hogy fölvegyük a juttatásunkat, eljövünk egy-két bizottságülésre, jó esetben részt veszünk egy-két városi ünnepséget, hanem nagyon kemény munka folyik a háttérben, amit nem látnak a külső szemlélők, mert honnan látnák, hogy este összeülünk, megbeszéljük, átrágjuk, délután, hétvégén és egyebek. Majd itt fog eldőlni az, hogy ki alkalmas és ki nem. Az emberek megmérték ezeket az embereket, bekerültek. Mindenkinek gratulálok innen is, bocsánat. A bejutott képviselőknek is, és azoknak is, akik megmérettették magukat, de nem sikerült a bejutásuk. Innentől jön a munka, és ennek a munkának kell megfelelni, és Hévíz városában merem mondani, hogy sok munka van, és sok munkánk lesz.
a sok munkát, azt megerőlegeztük már itt a Hévízi Televízióban is, hiszen rendszeresen találkozunk, a héviziek én szerintem pontosan tájékoztatva vannak, tájékozódhatnak a város terveiről, elképzeléseiről, a fejlesztésekről, a pályázatokról, a jövőképről, láthatják is ennek eredményét. Régóta beszélgettünk, össze lehet-e foglalni nagyon röviden és nagyon tömören abban az egy szükreszabott mondatban a vasárnap történteket, hogy Hévíz a nyugodt folyamatosságra szavazott? Egyértelműen igen, erre szavazott. Ahogy mondtam egy-két fórumon, egy-két riportban, elmondhatom azt, hogy 2020-ig, vagy 2020 végéig gyakorlatilag a naptárom meg van határozva az életem, mint polgármesterként feladatban, hiszen annyi feladatban vagyunk benn, és feladat jön még, amit már tudunk előre, hogy mit, mikor kell végrehajtanunk, elkezdenünk, közbeszereztetnünk, ide menni, oda menni, ezzel tárgyalni, azzal tárgyalni, hogy itt egy folyamat van gyakorlatilag. Ebben most volt egy állomás, ahol éppen lezajlott egy önkormányzati választások, nem egy túl nagy kampánnyal, nem normális emberi keretek között lezajlott ez a dolog. Ez egy része volt, mondhatom, hogy ezen túl kellett lenni, sikerült úgy, ahogy szerettük volna, és megyünk tovább ebbe a munkába, és remélhetőleg a képviselők, én azok a képviselők, akik az én csapatomból kerültek, garanciát tudok vállalni, és vélhetően akik nem, viszont azok között is van olyan, aki már az előző ciklusban is bent volt, van új képviselő is, tudnak ehhez az ütemhez, ehhez a rendszerhez, és ehhez a folyamathoz alkalmazkodni. Nagyon remélem, kénytelenek lesznek, mert ha nem tudnak alkalmazkodni ehhez a dologhoz, akkor a közösségnek okoznak károkat, aki pedig a közösségnek okoz károkat, azoktól meg kell válnunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és akkor azzal hadd búcsúzzak, hogy kivételesen kényelmes helyzetben van, ha úgy tetszik, Hévíz, hiszen zökkenőmentesen folytathatja azt a munkát a képviselőtestület és ön is polgármester úr, amit évekkel ezelőtt elkezdett, remélhetőleg mindnyájunk javára. Erről természetesen időről időre majd tájékoztatjuk a nézőket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Októberben is izgalmas alkotásokkal várják a filmek szerelmeseit a hazai mozikba. Ajánlónkban összegyűjtöttük a hónap legérdekesebbnek ígérkező filmjeit. Elsőként a Gemini Man című amerikai sci-fi akciófilmet mutatjuk be nézőinknek. A film magyarországi exkluzív premierjén a rendező, a producerek és a főszereplő Will Smith is tiszteletét tette. Az alkotásokról Domján Zsombort, a Fontana Filmszínház munkatársát kérdeztük. A Gemini-ben részben itt forgott Magyarországon, Will Smith a főszereplője, és két szerepet játszik a filmben, egy idősebb kori és egy fiatalabb kori énjét. Ugye idősebb kori énje egy bérgyilkos, akit egy új fiatal ügynök üldöz, és mindig előtte jár egyel, és ennek jár utána a főszereplőnk, hogy ki lehet ez a fiatalabb ügynök, és hogy miért tudja mindig előre, hogy milyen lépéseket tesz. A film részben Magyarországon forgott, a rendezője az Oscar-díjas Ang Lee. Érdekesség, hogy a világpremiér most először itt hazánkban, ez amit Amerikában, hogyha látunk videókat, hogy vörös szőnyeges bevonulást, tehát most először történt meg, hogy Magyarországon hoztak el egy ilyet. A rendező nyilatkozta, hogy eredetileg Párizs szerették volna Budapest utcáival fölvenni, viszont annyira megtetszett nekik a város és a légkör, hogy Budapestként fog szerepelni a filmben. A film olyan szempontú érdekesség, hogy már 1997-ben a Disney elkezdte fejleszteni a forgatókönyvét, viszont az akkori digitális technika még nem állt rendelkezésre, hogy úgy megvalósítsák a filmet, ahogy az elkövetkezendő hetekben nálunk lehet látni. Ugye itt a fő szempont a digitális megfiatalítás volt, mert nagyon jól visszaadták az előzeteseken, és látszik, hogy mondjuk 23 évvel ezelőtt Will Smith hogy nézett ki.
és ugye ez miatt tolódott, és akkor még kukázta a Disney, és nagy nehezen sok rendezőt elfogyasztva összejött végül a film. Tavaly februárban kezdték el forgatni, és ősszel be is fejezték a forgatásokat, mind az amerikai, mind a budapesti helyszíneken. Ugye akkor volt itt Magyarországon a filmnek a forgatása, amikor kikerült YouTube-ra az a videó, amikor Will Smith a Lánchíd tetején táncol. Mi lenne, ha valaki belelátna abba, hogy ki vagy? Gemini Man. Hamarosan a mozikban. Nájnáj! Több időt kell töltened a családoddal. Most hová mész? Vacsira itthon légy. Vigyázz magadra. Semmi, fiú. Az megoldva, pá! Úgy megszöknék innen. Apa mindig azt akarta, hogy utazzak. Majd egyszer. Az animációs filmek világába is betekintést nyújtunk. A Yeti kölyök című amerikai-kínai animációs vígjáték a Pearl Studio és a DreamWorks Animation közös produkciója. A film mind a felnőtt, mind a gyermekközönség számára felhőtlen szórakozást ígér. A Yeti kölykök a DreamWorks Animationnek az új egész estés családi animációs filmje. Riadó! Megszökött. Kérem vissza a Yetimet! Ez az otthonod? Ilyen nincs. Érdekesség, hogy ez az ötödik olyan filmük, amiben női főszereplő van. Az előzőek a Csibefutam volt, a Szörnyek, az Űrlények ellen, a Krúdék és a Trollok. Ugye a történet az egy 3000 kilométeres utazást mutat be Sánkháj utcáiról a csodálatos Himalája tájakig. Ugye egy Yeti kölyköt visz haza egy kis baráti társaság. Érdekesek, hogy kereken egy évvel ezelőtt egy hasonló témájú filmet mutattak be, az Apró lábat. Itt viszont ugye a barátság, elfogadásról fog szólni ez a kis animációs film. Ez gyönyörű! A te érdemed! Komolyan! Ha Yi a fejébe vesz valamit, akkor semmi sem lehetetlen. Everest! Yeti kölyök. Áfonya? Futás! Olyan helyeimen van áfonya, ahol soha nem kéne áfonyának lennie. Hamarosan a mozikban. 5 éve azt hittem, örökre elvesztettelek. De nincs átok, ami elválaszthatna tőled. Leszel a feleségem? Igen. Következő alkotásként a Demóna, a Sötétség úrnőjét ajánljuk. A 2019-es amerikai fantasy kalandfilm főszerepében ismét Angelina Jolie látható. A 2014-es nagy sikerű Demona után 2015-ben jelentették be, hogy folytatás érkezik a filmhez, méghozzá Sötétség úrnője alcímmel. Érdekesség, hogy már az első rész több országban a Sötétség úrnője alcímmel vetítették. Ugye a Demona 2 premierje egybeesik a Disney Csipke Rózsikájának a klasszikus 60. évfordulós bemutatásával. A filmet eredetileg 2020 májusában szerették volna bemutatni, de hála Isten, vagy nem hála Isten, még nem láttuk a filmet. Kicsit korábban, egy fél évvel előre hozták a bemutató dátumát, idén október 17-ére. Érdekes, hogy idén ez a 4. élő szereplős Disney animációs film a Dumbo, az Aladdin és az Oroszlán király után. Ugye ebből 2 piszok sikeres volt, a Dumbo Loki egy picit a sorból, a Demonától szintén jó eredményeket várnak mindenhol. A film pár évvel az előző film cselekménye után veszi föl a fonalat. Ugye ebbe a mesevilágba a két főszereplőnkből a hercegnő házasodni készül, és elindul egy újabb kis háború az emberek és a csodálatos lények között, és két főszereplőnk a két különböző oldalra keveredik, és saját magukat, meg a családjukat is úgymond meg kell találni ebbe az űrzavarban.
és az előző filmben a szereplő gárdának a java része visszatér. Egyáltalán nem ismer. Demona, a sötétség úrnője. Mondd el, mi történt. Volt ott egy másik teremtmény. Éveken át gondoskodtál egy ember. Itt az ideje, hogy a népeddel törődj. Hamarosan a mozikban. Szevasztok, ez itt a... A magyar filmeket sem szabad elfelejtenünk. A FOMO-n megosztod és uralkodsz egy 2019-es magyar dráma. Az alkotás a mai fiatal generáció fontos témáit feszegeti. A FOMO megosztod és uralkodsz című magyar filmdráma. Hartung Attilának az első nagyjátékfilmes rendezése. A film 2016-ban pályázatot nyert, viszont a film alap nem engedett zöld utat még a forgatásnak, mert túl durvának tartották a forgatókönyvet. A FOMO az egy amerikai mozaik, szóval Fear of Missing Out, hogy félelem attól, hogy lemaradsz valamiről. Ugye ez egybevág a film témájából, ahol fiatalok különböző kihívásokat teljesítenek, és ezeket videóra veszik, föltöltik az internetre, és hogy minél nagyobb nézettséget elérjenek, egyre durvább dolgokat kezdenek el fölvenni, megcsinálni. Majd a képbe kerül egy lány, akivel csúnyán elbánik az egyik fiú, és a lány utána eltűnik. És ugye ő neki a felkutatásáról, ugye a minden szép és minden jó életből hirtelen a borzalomba átcsöppennek ezek a fiatalok. A rendezőnek célja volt, hogy az első filmének a témája a bűntudat legyen. A film a Nemzeti Film Alapnak az inkubátor programján keretein belül készült 63 millió forintból. Ugye erről az inkubátor programról annyit kell tudni, hogy a Film Alap a egyetemről kikerült friss diplomás rendezőket ezzel segíti, hogy egyetem után legyen munkájuk. A film reflektál a mai generációra, fiatal generációra. Fontos témákat feszeget ez a mai internetes világ, internetes média szereplés, mondjuk YouTube-on, Instagramon, és ezekre reflektál, ezeknek a veszélyeit mutatja be egy lehetséges kis történettel. A fiatal főszereplőket amatőr színészek játsszák, viszont a felnőtt színészek között például Stoll András is szerepel. Tehát vannak nevesebb színészek is a filmben. Beszéljem. Szaporám. Előbb maga. A Terminátor sötét végzet a hatodik része a Terminátor filmszériának, valamint a Terminátor 2 az ítélet napja közvetlen folytatása. A Terminátor szerepében ismét Arnold Schwarzeneggert láthatjuk. A Terminátor sötét végzet. James Cameron visszakapta a jogokat a Terminator franchise felett, és 2017-ben kijelentette, hogy készülni fog egy folytatás, ami nem trilógia nyitó epizód, mint a Genesis-t, ahogy próbált, vagy ahogy szánták annó, és annak a folytatásait a filmbukása után elkaszálták, hanem az első-második résznek a lezárása lesz. Ugye az első-második rész után visszatér Linda Hamilton Sarah Connor szerepében, valamint Edward Furlong is John Connor szerepében. Ugye Edward Furlongnak az életútja a Terminátor után, pár kisebb szerep után lecsúszott ez a fiatalember, viszont a mostani filmben láthatjuk újra. A történet 2022-ben játszódik. Amit ugye a filmről, történetről nem sokat tudunk, a filmet Tim Miller rendezte, aki az első Deadpool mozit. James Cameron producerként, valamint forgatókönyvíróként volt jelen a filmnek az életében. Annyit tudni kell, hogy ő a forgatásokon nem jelent meg, részben azért, sőt nyomos indokkal, hogy az Avatar folytatásait
készíti jelen pillanatban is. A filmet részben Magyarországon is forgatták. Eredetileg július 26-án szerették volna bemutatni, viszont megijedtek a halálos iramban Hobbs és Shaw-tól, és ezért eltették egy olyan időpontra, ahol valószínűleg több bevételt generálhat a film. Ugye ez a Terminator franchise-nak a hatodik filmje, ugye az eredeti munka címe is Terminator 6 Phoenix volt, viszont ugye változtatták Sötét végzetre, ugye ez a film az ítélet napja utáni filmeket, mind a négyet ignorálja, és az amerikai elemzők olyan 35-45 milliós nyitó hétvégét jósolnak a filmnek. Mindennek vége. Terminátor, sötét végzet. Tudod, ha végeztünk, ki foglak nyírni? Október 31-től a mozikban. Cinemagenda New című műsorunk végéhez érkeztünk. Novemberben újabb filmalkotásokkal folytatjuk, melyeket akár a Fontana Filmszínházban is megtekinthetnek. Egyszerű ajakkal mondom Zsoltáromat, de ha nem akarod, ne hallgass meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem értem, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak, de nem értelek. Mert neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra, mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések, mert mást se tudunk csak könyörögni, meg alászkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit oda ajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a te birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram, ajándékozz meg, csekéke magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgass meg szavam. Miért rezeg a nyárfa, ha nem fúj a szél? Miért komisz az ember, ha rossz útra tér? Üldözi a sorsa, az érzés kihal. Ne kutasd, ne keresd, mire jó egy kicsit dal? Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis mi nagy dolog embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy, csak ember légy mindig, és ember maradj. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis mi nagy dolog embernek lenni. Elsöpör az élet, a tengernyi gond, mint a vizek árja, az emberre ront. Mérkőzz meg a sorssal, és ne hagyd magad,
s a dicső győzelem csak is a tied marad. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis mi nagy dolog embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy, csak ember légy mindig, és ember maradj. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és mégis mély nagy dolog embernek lenni. A történelem bizonyságot tett már arról, hogy minden nép másként éli át belső harcait, vagy a harmóniát, mikor megújuló változásra vár. A késlekedőt nem várja senki társakat keresve. Adj bizonyságot, hogy az emberiség testvérközösség, legtöbbet így ígér jövendő sorsunk, legjobbat akarva. Tiszteld a másikat. Tőle csak így várhatsz viszontbecsülést, s emelt fővel járhatsz. Tudnod kell, egymásra vagyunk utalva. Úgy jöttél hozzám, mint a vándor, ki útja végén visszatér, és tudja már, hogy bárhol járhat, mindig szembe fúj a szél. Mondtad, a túlsó part sem csábít, békére ott sincs több remény. Ma még a háborúra készül, ki holnapra szebb jövőt ígér. Ó, hányszor terveztünk már sokkal szebb jövőt, és hittük el, hogy szent a cél. És zászlók hirdették lobogva fényesen, hogy újra megfordult a szél. És hányszor képzeltük, hogy véget ért a múlt, egy szebb jövő kezdődik el. Békéről, reménységről szólt a dal, mikor a ház falán megint feltűnt a jel. Nem kell a szép jövőt ígérni, elég, ha most nem rontjuk el, elég, ha mindazt, ami történt, hazugság nélkül mondjuk el. Ó, hányszor terveztünk már sokkal szebb jövőt, és hittük el, hogy szent a cél. És zászlók hirdették lobogva fényesen, hogy újra megfordult a szél. És hányszor képzeltük, hogy véget ért a múlt, egy szebb jövő kezdődik el. Békéről, reménységről szólt a dal, mikor a ház falán megint feltűnt a jel. Ki tudja, mit hoz még a holnap? Lehet, hogy lesz egy szebb világ, hol minden ember ünnepelhet. Nekünk is nyílik majd virág.
kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek-topok, örök útvesztőben jár. Mint a mámor, ami kerget, ami űz és visszatart. Mint az óra, mit a percek, szédült karneválja hajt. Látod mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fény, míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén. Vihar tépte szárnyakon, mint egy régi szélmalom. Mint egy barlang, mit az eső, ezer kristály cseppje vájt, mint egy emlék, mint egy rossz szó, ami tegnap még úgy fájt, mint egy furcsa keser, édes, félig elfelejtett íz, mint egy kavics, ami csobban, aztán fodrot vet a víz. Látod mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fény, míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén, s áttör legszebb álmodon, mint egy régi szélmalom. Szobád mélyén néhány fénykép, néhány csendbes üppet szó, épp úgy őrzi nyári fényét, nyári titkait a tó. Mint egy színpad, mint egy díszlet, mint egy régi-régi dal, mint egy gyermek, akit visznek, hogyha menni nem akar. Mint egy labda, ami repült, szállt a játszótéren át, mint az ég, amiket sírnak kint a lombjuk vesztett fák, mint az álmok, miket sorra megöl elhervaszt a tél, mint egy lábnyom kint a borban, amit elsöpör a szél. És mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll, így az ember tipek-topog, örök útvesztőben jár. Ezen elgondolkozom, és a szívem fáj nagyon, mint egy fáradt szélmalom. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás, vagy nyíló szerelem. Egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata. Bújócskás völgy ölében a haza. Vetésben remény, moccanás a magban. Ott a sorokban rabul ejtett dallam. Két összekulcsolt kézben az ima. Remek művekben a harmónia. Részekben álma az egésznek. És mindenben a lényeg. A rejtőzködő, ami sosem látszik. De a lélekhez szelidült anyagban, tündöklőn, ott sugárzik. Ha üresek a szívek, ha átlépünk egymáson, ha nincsen bennünk emlék, és nem jön már több álom, mert elvették, mi voltál, és nincs helyette semmi, ha úgy érzed, már nem megy, akkor is kell lenni, akkor kell igazán. Egyszer eljön majd az a pillanat, mikor minden mi rossz elmarad, és teljesen megtisztul az egész világ. És ha élnek még akkor emberek, rájönnek, hogy csak így lehet, s tisztán megértik végre egymás szavát. Ha megkopnak a színek, ha szorosak a láncok, a nap felkel, de nem süt, és nézed, de nem látod, ha ütnek,
de már nem fáj, ha rájössz, hogy csak ennyi, és sírnál, de nincs könnyed, akkor is kell lenni. Akkor kell igazán, egyszer eljön majd az a pillanat, mikor minden mi rossz elmarad, és teljesen megtisztul az egész világ. És ha élnek még, akkor emberek rájönnek, hogy csak így lehet, s tisztán megértik végre egymás szavát. Feladni szabad, de megadni magad, azt nem lehet. Mi marad akkor, ha halálod ér túl? Ez mindened, ez életed. Egyszer eljön majd az a pillanat, mikor minden mi rossz elmarad, és teljesen megtisztul az egész világ. És ha élnek még, akkor emberek úgy élik majd az életet, hogy megértik, akkor kell igazán. Tisztelettel köszöntöm Önöket a Hévízi Televízió mai adásával, zárójelben jegyzem meg megújult stúdiónkból. Híradóval kezdünk, szokás szerint ennek élén a 2019-es helyhatósági választások hévízi történeteit elevenítjük fel, hogyan szavazott a város, erről szól első anyagunk. Híradónk második részében beszámolunk arról, hogy ülést tartott a Csokonai Társaság, hogy mi hangzott el és miről. Erről láthatnak egy rövid összeállítást. A Brick Bistróban rendszeresen tartanak a vacsora esteket, ismert embereket, ismert sztárokat hívnak meg a bistróba. Ezúttal a neves és népszerű rádiós Rákóczi Feri volt a bistró vendége, természetesen mi is ott voltunk ezen a találkozón. Végezetül egy sporthír, kézilabdás lányaink a Marcali együttesét fogadták, erről készített összeállításunk a híradó vége. Választott az ország vasárnap. A 2019. évi helyhatósági választásokon Hévízen is szavazhattak a lakosok, hogy a következő ciklusra eldöntsék, ki legyen a polgármester, milyen képviselőtestülettel dolgozzon együtt. Késő délelőtt még mérsékelt volt a részvétel. Jelenleg 16,46%-os a részvételi arány. Hát hullámzóan jönnek az állampolgárok. Reggel 6-kor kezdtük a szavazást, és ugye a mise, két mise időszakában, vagy a mise végén, akkor jönnek leginkább, és majd délután várjuk még a többi szavazó állampolgárt. A szavazatszámláló bizottságok igyekeztek a választópolgárok egyéni kéréseit minél előbb már délelőtt teljesíteni. Átjelentkezés nincs, nem lehet. Mozgódnát 25-en kértek, már túl vagyunk rajta eddig. Még 12-ig lehet jelentkezni, és oda még elmegyünk. A szavazáson megjelentek fontosnak tartották szerepüket, jogosultságukat a város jövője érdekében. Mindenképpen úgy terveztük, hogy részt veszünk, mivel szeretnénk befolyásolni annyira, amennyire azzal a pici kis X-el hozzájárulhatunk, hogy Hévíz továbbra is
fejlődjön. Azok közül is sokan szavaztak, akik a folyamatosságot akarják. Nem érezték úgy, hogy az ő szavazatuk már fölösleges az eredményhez. Ez egy lehetőség, hogy beleszóljunk abba, hogy kit bízunk meg azzal, hogy képviselje bennünket. Ha olyan jó ötletei vannak, ami nekem is jó, a családomnak is jó, már pedig ilyeneket hallottam, meg ezt tapasztalom, természetesen, hogy eljövök, hogy őt segítem, hogy csinálja tovább, dolgozzon. Nem könnyű munka, én nem is lehet, hogy nem vállalnék ilyet, én csak köszönet, és ezért jöttünk el, hogy beleszólhatunk tulajdonképpen, a jogunkkal élünk. Délutánra megélénkült a szavazók aktivitása, egyre többen éltek választójogukkal a szavazókörökben. 817 a szavazók száma, ebből 34,7 tized volt az eddigi részvétel, hát így lassan, folyamatosan jönnek, tehát nem most egy kicsit felélénkült itt délutáni időbe. Hévízen végül rendben, rendkívüli eseményektől mentesen zajlott a helyhatósági választás, a szavazásra jogosultak csaknem 43%-ának részvételével. Tanulmányi napokra várták hétvégén az írókat, költőket, művészetpártolókat városunkba. A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság szervezésében az idei összejövetel az erény témaköré épült. Ehhez kapcsolódó előadásokat hallhattak a résztvevők. A konferenciára országon belül és határon túlról is érkeztek irodalmárok. Azt gondolom, hogy ez Hévíz számára egy színfolt, hogy minden év októberében megrendezzük a Csokonai napokat itt. Ez egyrészt gazdagítja a helyi kulturális életet, másrészt pedig a világ különböző pontjairól jönnek ide Hévízre. Mintegy negyed évszázada rendezi a társaság éves összejövetelét a hévízi kórházban. Az intézmény igazgatója dr. Kvarda Attila is részt vett a konferencián. Hangsúlyozta, nem újszerű, hogy az orvostudomány, illetve az ápolástan kapcsolódik a művészethez. Mind a kettőben az ember van a központban. Mind a kettőben az emberi folyamatok, az emberi élet, az emberi történések, az emberi sorsok, és óhatatlan, hogy ezek kölcsönösen keresik egymást, és másik területre való átevezés az egy kis felüdülést, egy szellemi feltöltődést tud adni. A tanulmányi napok egyik fő attrakciója minden évben a költőverseny. A rendezvényen született versbe Zalán Tibor költő előre meghatározott rafinált mondatait kellett beleilleszteniük a versenyzőknek. Az idén öten vállalkoztak a megmérettetésre. Születek olyan művek, amelyek a magyar társadalom és az öregedés problematikáját vizsgálja. Születtek ironikus művek, születtek parafrázisok, és hát születek olyanok, amelyek gyakorlatilag bármelyik irodalmi folyóiratban megjelenhetnének meglepő módon. Nagyon kevés idők volt a szerzőknek. A legjobb versnek járó Lilla díjat Györei Zsolt érdemelte ki. Az író költő a Szegedi Egyetemen kezdett el verseket írni, ahol 1994-ben Faludi díjjal ismerték el munkásságát. A jelen versenyre írt versében az erényt is sikerült belecsempésznie. Az őszi percek kedvesen derültek, strehálnak. Ha a kedveim, ha felállnak, leülnek. És ismét felállnak, de az már nagy ünnep. Nem két kedves témám, egyfelől a testi szerepnek és a pajzánságnak a költői ábrázolása, másrészt pedig a mulandóság és tehát a testi szerelemnek ez az időbevetettsége is. És akkor azt gondolom, hogy ezzel a sorssal, amivel mindannyian magunkra vagyunk hagyva ebben a földön, vagy ezen a földön, hogy az ember igazából valahogyan erényesen úgy él egyfajta értelmezésben, hogyha igyekszik beteljesíteni valahogy mindazt, amit kínál ez az élet. A második helyezetnek járó Tavi Rózsa díjjal Szénási Sándort jutalmazták. A Csokonai díjat is kiosztották, melyet annak a tagnak ítélnek, aki sokat tesz a Csokonai Társaságért és a magyar kultúráért. Idén Bokányi Péter kapta meg az elismerést. Az én szívemhez igazából, ami közel áll, az, amit egyelőre mégiscsak a menükártyán látnak, de reméljük, hogy majd meg is fogjuk kóstolni, ez a magyar ízvilág. Rákóczi Ferenccel a népszerű rádióssal találkozhattak a gasztronómia szerelmesei a Hévízi Brix Bistróban. Az idei évtől rendszeresen tartanak vacsoraesteket, ahová olyan sztárokat hívnak, akik népszerűek hazánkban és a gasztronómiában is érdekeltek.
A programsorozat keretein belül Vosszala Rozinával és Giannival is találkozhattak már a bisztró vendégei. Mi azt láttuk, hogy Hévízen talán egy picit hiányzik egy gasztronómiai esemény, és szerettünk volna olyan embereket is meghívni ide, amik talán itt újdonságnak számítanak, és abszolút a Hévízi közönséget céloztuk ezekkel az estekkel meg. Az ősz első házigazdája Rákóczi Feri a hazai magyaros ízvilág felé kalauzolta a vendégeket. A műsorvezető gyermekkora óta rendszeresen fakan alatt ragad. Otthon is ő főz, sőt, egy étterem tulajdonosa is. Az új ételek megismerése, új receptek kipróbálása, ahogy fogalmazott, komplex érzést nyújt számára. A gasztronómiai utak szerelmese akár belföldön, akár külföldön. A menüsort a sztár vendég és a Brix Bistro séfje Csécsényi Zoltán közösen találták ki. Én nagyon szeretem az olasz konyhát, nagyon szeretem a távol-keleti konyhát, de a legjobban a magyar konyhát szeretem, mert hogy ugye én Békés-megyei gyerek vagyok, jó ételekkel nőttünk föl, és ennek az országnak van egy csomó olyan csodája, amit szerintem kár lenne elhagyni, és akkor még azon is gondolkodtam, hogy ha már itt Hévíz, akkor mi az, amire így a megye büszke lehet, az a vad meg a gomba, akkor azt mindenféleképpen tegyük bele, és akkor így alakítottuk ki közösen, beszéltünk hosszú órákat, hogy győzködtük egymást, hogy az ilyen legyen, olyan legyen. A különleges hatfogásos menüsor kóstolása közben a résztvevőknek lehetőségük nyílt közvetlen beszélgetésre is a műsorvezetővel. A jó kedv, miként reggeli rádió műsorában is természetesen garantált volt az est folyamán. A következő vacsora este november 9-én Sárközi Ákossal, a Michelin csillagos magyar séffel találkozhatnak a gasztronómia kedvelők. NB2-es női kézilabda csapatunk hétvégén hazai pályán fogadta a marcali együttesét. Az azt megelőző héten Pécset játszottak volna, ám útközben lerobbant a csapatot szállító busz, nem tudtak megérkezni a helyszínre. Így azt a mérkőzést egy későbbi időpontban játsszák le. A mostani találkozó vendéggóllal indult, majd rögtön a hazaiak válasza is megérkezett. A következő percekben felváltva estek a gólok, viszonylag kevés kapuba találással kiegyenlített küzdelem folyt. A 24. percben 7-7-et mutatott az eredményjelző, majd a marcali dolgozott ki előnyt, 2 perccel a játékrész vége előtt 7-11 volt az állás. Az első félidő végül 8-12-es eredménnyel zárult. Én többet vártam. Maga a saját csapatomról beszélek most. Úgy érzem, a helyzeteink megvannak, kidolgozzuk őket. Szemben az ellenfélén van egy nagyon jó kapus teljesítmény. Azon kell dolgozni, hogy ez meglegyen. Mind a kettő csapatnál kevesen vagyunk, tehát a játékos ott is rövid a kispad, itt is rövid a kispad. Ráadásul nálunk ugye sérültek is vannak. Nem játszunk jól, tehát ilyen bátortalanok vagyunk, ilyen langymadag játék van szerintem az első félidőben. Védekezésre semmi probléma, most a kapott gól az teljesen vállalható. A lőtt góllal van probléma. Én úgy érzem, hogy 4-5 helyzetet, sima zicset kihagytunk. A második játék részben mindkét csapat nagyobb lendülettel vágott bele, ám ekkor is a marcali kerekedett felül, az 5. percre 6 gólos előny dolgoztak ki, 10-16, majd 10 perccel a találkozó vége előtt 17-23-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percet hatalmas elszántsággal húzták meg a hazaiak, 24-24-re szépítették az állást másfél perccel a mérkőzés vége előtt, ám végül nem sikerült pontot szerezni. A nagy hajrában 24-25-ös vendéggyőzelem született. Az első félidei támadójátékunk az szörnyű volt, bátortalanok voltunk, nagyon távoli lövéseket engedtünk el, ami a kapusnak igazából könnyű volt. A második félidőben viszont én úgy gondolom, hogy itt a végjáték környékén már sokat léptünk előre, sokat fejlődtünk, látszott a küzdés a lányokon nagyon hajtottak, ennek meg is lett az eredménye. A végén még esetleg pontszerzésre is lett volna a lehetőségünk, aztán jött egy-két technikai hiba, ami miatt ez kicsúszott a kezünkből. A Hévízi lányok jövő hétvégén a Tolna KC otthonába látogatnak el, azt követően pedig Tamásiban lépnek pályára. Következő hazai mérkőzésüket pedig november 9-én szombaton 14 órától játsszák. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat gyűjtést és bőrzét szervez október 18-án reggel 9-től délután 2-ig.
Szeretettel várnak minden olyan ruhát, lábbelit, játékot, ami más számára még használható lehet. A szlogen: hozzatok és vigyetek. Ismét egy este kedvenceinkkel. Október 18-án 19 órai kezdettel Horgas Eszter és Dajka Krisztián latinos estjére várják az érdeklődőket a Városháza dísztermében. Hazai pályán játszik a hétvégén városunk labdarúgó csapata. Október 20-án 14 órakor a Lipót SK ellen. Öt éve azt hittem, örökre elvesztettelek. De nincs átok, ami elválaszthatna tőled. Leszel a feleségem? Igen. Úrnő! Fontos híreket hoztam. Ne! Roncsd el a reggelemet. Összeházasodunk Fülöppel. Nem. Ez most nem kérés volt. Részemről sem. A szerelem nem mindig végződik jó szörnyi. Kérlek szépen, engedd, hogy rátszáfolj. Remek munkát végzett, hogy a saját természetét elnyomva felnevelte őt. De most végre megkapja egy igazi anya szeretetét. Mától úgy veszem, hogy Aurora az én lány. Nem lesz itt egybefelés, nem lesz semmilyen esküvő! Mit műveltél? Most hazajössz velem! Aurora! A Disney bemutatja? Demon a fenyegetést jelent mindenkire. Mindent megteszünk, hogy megvédjük. Lám, lám! Októberben. Sosem lehetünk elég óvatosak. Felejtsd el a tündérmesét. Ez nem te vagy. Egyáltalán nem ismer. Demona, a sötétség úrnője. Mondd el, mi történt. Volt ott egy másik teremtmény. Éveken át gondoskodtál egy ember. Itt az ideje, hogy a népeddel törődj. Hamarosan a mozikban.